Szent Iváné a nyári napfordulóhoz kapcsolódik. Nagy múltja van a népszokások már ennek az ünnepnek. Ekkor van a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. Ennek a napnak, június 21-ének az egyházi és néprajzi hagyományairól szólt a Városi Könyvtár által szervezett előadás. Kapcsolódik hozzá egy egyházi ünnep, Szent János napja, tehát keresztelő Szent János napja. Egyrészt az ő születésének a napja ez a nap, amit az egyház meghatározott még a 15. században, és kapcsolódik hozzá egy nagyon komoly néphagyomány, éppen a napfordulóhoz kapcsolódóan, amely, mint a naphoz kötődően, ugye tűzgyújtással, az új tűz meggyújtásával ünneplik a napfordulót. A tűz jelképezi mindig a tisztítást, a megújulást, és ehhez nagyon sok népszokás kapcsolódik, többek között párosító, szerelem, varázslással kapcsolatos ritusok. Ilyenkor vagy a lányok ugorják át, és próbálják minél ügyesebben átugorni a tüzet, a legények pedig ilyenkor általában figyelik, hogy a lányok, vagy figyelték, mert azért ez nem teljesen maradt meg ez a szokás sok helyen. Tehát figyelik a legények, hogy melyik lány milyen ügyesen tudja átugorni, és abból mondjuk lehet következtetni arra, hogy mondjuk jó feleség válhat-e belőle. Párosítók esetében a fiú és a lány közösen ugorják át a tüzet. A magyarországi újpogány mozgalmakról Makovec Nóra könyvtáros tartott előadást. Mészáros Márta felkérésére készítettem egy kis befejezést a végére. Ez a jelenlegi, tehát az újpogány, Magyarországon élő újpogány mozgalmak napforduló szertartásáról. Az újpogány közösségek Magyarországon 20 éve szerveződnek nagyobb számban, és magyar hagyományőrzéssel foglalkoznak, magyar őstörténettel, a kereszténység előtti magyar néphittel. Utóbbi időben, az utóbbi évtizedekben nagyon népszerű ez a már hagyománnyá vált Magyarországon, és ők főleg a napfordulókhoz, napi egyenlőségekhez kapcsolódó ünnepeket szeretik megtartani.